Hello mindenki, én Attila vagyok. Hello, én Tomi vagyok. Ez pedig itt az invisioner.hu. A mai videóblogposztunkban arról fogunk a Tomival beszélgetni, hogy miért van az, hogy adott esetben a nyaralós videóink azok sosem úgy sikerülnek. Miért zöldebb a szomszéd nyaralós videója, máshogy fogalmazva. Szimplán arra gondoltunk, hogy megosztunk veletek négy kardinális dolgot, ami fontos ahhoz, hogyha elmentek, elutaztok valahova, vagy csak bármiről készítenétek egy filmet, akkor hogyan tudtok átütően jobb tartalmat előállítani, mint a nagy átlag? Mi az a négy dolog, amire oda kell igazából figyelnetek arra, ahhoz, hogy az a cucc az úgy jó legyen, és úgy jó szívvel mutassátok, és úgy nézzétek vissza, hogy hí, ez igen, ezt én csináltam, ez nem csak egy ilyen hókamóka felvétel. Tehát négy témánk van, Tomi, mivel kezdjük? Mi a legfontosabb, hogyha valaki jó videót szeretne? Hát ugye itt sokan a technika oldaláról fogják meg, nyilván fontos a technika, mivel vesszük fel, de meg kell egyezni, hogy nem a legjobb. Tehát nem attól lesz jó videó, hogy drága cuccal veszed fel. Hogy egy fotózás, képalkotásnál marad a fotó, videó, telefonnal is lehet sokkal jobb fotót csinálni, mint egy 1 millió forintos fényképezővel. Sokszor nem a technika dönti el, hogy milyen lesz az a felvétel. Félrejétés nyilván ne essék, jó technikával a lehetőségek korlátlan tárháza tárul elénk. Sok mindent össze lehet hozni, de itt most mi egy átlag felhasználóról beszélünk, és arról, hogyha te elmész Brács-szigetre, akkor hogy lesz olyan a nyaralós videót, hogy azt szíves örömös meg tudod, hogy bármilyen is. Több embernek ott van az okostelefon zsebébe, azzal kamerázgat én is, amikor nyaralunk, vagy mi is, amikor nyaralunk, akkor látom azt, hogy tablettel videóznak, meg telefonnal, nagyon ritka már az, hogy fényképezünk. Mi újság a GoPro-val? Mi újság a GoPro-val? Kell nekünk a nyaralós videóhoz egy GoPro? Hát, GoPro, inkább, jó, GoPro nekem a sportkamera, tehát van már sokfajta változata, ugye csak GoPro-nak hívjuk, legyen a sportkamera, azzal is lehet jókat, ugye egyre jobb sportkamerák vannak már, új modellek azok már mind stabilizátorra ellátottak, mondjuk az okostelefonokban is van már stabilizátor, tehát ugye, hogy ne remegjen a kép, amikor mondjuk futsz vagy biciklivel mész, akkor olyan, mintha így repülne, így suhanna a felvétel, tehát nincs benne rezgés, mozgás, az baromira kivégésítő tud lenni. Kell nekem a horvát nyaralásomhoz egy akciókamera? Tényleg. Attól függ, hogy akarsz csinálni. Tehát ez megint, hogy ha víz alatt akarsz menni, akkor nyilván oda nem lesz jó a telefon. Ott kell egy olyan, ami víz áll. Kitesurfölni és ki akarom próbálni. Nem tudom, fúj szél Horvátországban, annyira, hogy kitesurfessek? Nem tudom. Sportoláshoz, ugye akció, síelés, meg ilyen extrém sportok, vagy bármi, ott jó lehet, mert nagy a látószög. Tehát akkor azt mondod... Ez a látószög, ez fontos. Ha ezt így megpróbálom a saját szavamra összefoglalni, akkor jól értem, azt mondod, hogy igazából a technika nem minden, ez a legfontosabb, felesleges bevásárolni drága dolgokból. Cél a fontos. A másik dologról tudni kell azt, hogy amikor elmegyünk erre az adott esetben a horvát, vagy akár kirgiz nyaralásra, akkor ott mit akarunk csinálni? Mi lesz itt a cél? Nyilvánvalóan egy 6-os iPhone-t igen nehéz szörvdeszkára felerősíteni, hogyha éppen a hullámok lovaglása közben vagy szeretnénk tökéletes képeket csinálni. Az úgy bonyolult, tehát ezt ha jól értem, akkor ez a két fontos téma. Ja, vannak ezek igen. Az ilyen gimbólok, ozmók, nem tudom, ismeritek-e ezeket az eszközöket. Nevezzük stabilizátornak. Ez egy olyan cucc, amiben adott esetben a telefonodat belerakhatod, mint egy ilyen kisebb selfie-bot, nevezzük így. Telefonodat belerakod, és ő szépen miközben videózol a kezed egyenetlenségéből, remegéséből, a sétálásodból, futásodból. Pontosan a mozgásokból adódó egyenetlenséget kiszűri, és egy ilyen iszonyatosan jó folyékony képet eredményez. Érdemes megnézni, hogy van-e olyan okostelefonod, amiben már ilyen jellegű, nem csak digitális képstabilizálási lehetőség van-e. Amennyiben nincs, akkor az egyetlen, én így látom azok alapján, amit elmondta, az egyetlen olyan dolog, amit adott esetben érdemes lehet beruházni, egy szebb és jobb anyag felvételének érdekében az egy ilyen stabilizátor lehet. Az sokat tud dobni a felvételnek, ami nem remeg, az már fél siker. Tudni kell, hogy nem kell bevásárolni egy elmúlt 5 év, 2015 óta készült okostelefon, tökéletesen megteszi. És ha van képstabilizálási lehetőségünk extrán, vagy a telefonunkba beépítetten, vagy az akciókamerának beépítetten, akkor az mindenki, ez a csomag, ha egy rendelkezésre áll, akkor már azt mondhatjuk, hogy egy igen jó elánnal indulhatunk neki annak, hogy valahogy felvételeket készítsünk. Ugyanis ugye a kettes pont az,
hogy hogyan készítjük ezeket a felvételeket. Tehát oké, hogy van egy megfelelő hardverünk, de azért van egy-két alapvető fotózás és videózási know-how, ami érdemes tudni. Igen, ugye a képalkotás, ugye az a fényről szól, fényképezés is azért benne van a fény. Videózás is lényegében az mozgókép, tehát itt alapvető legyen fény azon a tárgyon, vagy embereken, vagy azon a momentumon, amit fel akarunk venni. Ennek függvény, vagy ezért fontos az, hogy mögöttünk legyen a nap. Tehát ez legyen megvilágítva az a dolog, amit fel akarunk venni. Nagyon sokat fotóztam repülőgépet, és ott is van ez, hogy mindig van egy napos oldal, hogy a futópálya melyik oldaláról, hogy szemben napos, vagy mögötted van a nap. Ez az első. Aztán szintén aranyszabály, még úgymond az aranymetszés, tehát ezek a képharmadolási pontok, ugye elharmadoljuk a pontot, vagy a képet függőlegesen is, vízszintesen is, ezek a harmadoló vonalak, és a harmadoló vonalak adják ki az aranymetszési pontokat. És hogyha ránézel egy képre, biztos veled is volt már, hogy ránéztél egy képre, és hú, basszus, de jól néz ki, hogy valami ez jól néz ki. És akkor ott, hogyha ráhúzod a szoftverrel a harmadolást, vagy ezt a harmadoló vonalakat, akkor látod, hogy igen, ez vagy vonalban van, vagy aranymetszésben az a tárgy. És mondjuk egy... Azt tudni kell, hogy a mai okostelefonokban a harmadó vonal pofon egyszerűen beúszható, tehát hogyha még ezt nem tetted meg, akkor én javaslom, hogy most keresd ki a fotoszoftvered menüjéből a telódon, és lőd be a harmadó vonalakat. Nyilvánvalóan találkoztál már azzal a szituációval, hogy elmentél bárhogy nyaralni, és oda akartad valakinek adni, hogy csinálj rólunk egy képet. 100-ból 99-szer ez a kép sajnos nem olyan, amit te elképzeltél, ugyanis aki fotóz, az általában nincs képben, hogy mi kell ahhoz, hogy egy jó képet csináljunk, és vakon fotóznak fénnyel szembe, vakon raknak téged felezőpontba mindenféle irányból, egyszerűen fogalmuk nincs az egészről. Ha ezt a két dolgot észben tartod, akkor azzal már nagyságrendekkel jobb anyagot tudsz készíteni a megfelelő hardvereddel, mint amit előtte tudtál valahogy. Van-e még valami? Aranymetszése még vissza, hogy érthető, mondjuk egy tengerparton állsz, és akkor ugye valahol ott van a horizont, tehát látszik az ég, utána meg a tenger, és ahol elmetszi a... Tehát van ez a ég, meg a tengernek a tenger végének, idézőjebb végének a találkozása. A horizont. A horizont, igen. Van, azt harmadolóba berakod, akkor már sokkal jobb lesz. Tehát egy harmad ég, két harmad tenger, vagy egy harmad tenger, két harmad nem ég. Pedig, úgy, nem ha... pedig totál középen a tenger a felezőben, mert az nem fog úgy kinézni. Próbáld ki, amikor legközelebb. Itt is most ugye videóban te is harmadolóban ülsz, meg én is nagyjából. Ha megnézed a híradót, ott is a riporter, nem középen, bemondó, harmadolóban ülsz. Így van. A harmadik pontunk, a harmadik tuti tippünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan legyen jó nyaralóvideótok, az lenne, hogy nagyon oda kell figyelni a szerkesztésre. Mondjuk ezt úgy, tehát minden valamire való film vagy videó, az nem úgy lett fölvéve, hogy egyszer csak úgy ment valaki, és felvett valamit. Tervezned kell azzal, hogy mi lesz a sztori. Mi lesz a sztori, amit te el szeretnél mondani, és ezt hogyan szeretnéd elmondani. Te egy olyan videót tervezel, amiben végig beszélni fogsz, és monológokat mondasz rá, miközben mutatod a rokonaidnak, hogy milyen élményeket éltél itt át. Zenére szeretnéd a cuccodat elkészíteni, vagy 50-50, vagy valami különleges történeteket elmesélni. A felvételek megkezdése előtt jó, hogy tisztában vagy azzal, mondjuk ha mész a horvát nyarásodra, hogy akarok egy pár snittet az elején, amikor bepakolunk, berakjuk a bőröndöket, elindulunk az autóról, az autópályán, megállunk, iszunk egy kávét, és ez a videó egészének szempontjából ez egy elenyésző kis részt fog mutatni, az egészben jelenteni, viszont egy jó keretes szerkezetet tud adni a te történetednek, tehát azért rakom én ezt az egész témát a szerkesztéshez, mert tudni kell, hogy milyen sztorira készülsz fel a filmeddel, és a sztorinak megfelelően, igen, ez egy elérhető dolog, ha valaki nyaralni megy, és egy sztori szerint akar videózni, akkor el kell dönteni, hogy most nyaralni mentünk, vagy videózni, ez egy igen nehéz kérdés, de én azt mondom nektek, hogy... Forgatókönyvet meg kell. Meg lehet találni az arab középút, tehát el kell dönteni, hogy te mit szeretnél, hogy nagyjából, hogyan fogod kinézni, mit fog elmondani a te történeted, az neked milyen jelenetek, és miből mennyi kell? Miből mennyi kell, ugye milyen hosszú videót akarunk, és az mennyi
anyagot kell felvenni, mik az arányok. Így van, én el tudom neked mondani, hogy a egyik legutóbbi hosszú nyaralásunkon, a nászutunkon 16 órányi videót sikerült felvennem, amiből 1 óra 22 perces filmet sikerült szerkeszteni. Zenére vágva az egészet, egy brutál anyag lett, életünk élménye, ennek megfelelően el van konzerválva, és büszkén nézzük bármikor életünk élményét nagyon jól sikerült megörökíteni, és átadni az utókornak, magunknak. Mire akarok ezzel elkanyarodni, hogy 16 órát videóztunk, mondtad azt, hogy te Attila, 16 órát a nászutat videózni, te késett egy kereked? Nem, hát hogyha az ember elég hosszú nászutra megy, akkor az a 16 óra annyira nem megerőltető, hogyha van affinitás az ilyesmihez, erre ennyit mondani. A lényeg, hogy tudni kell, hogy miből mennyi kell. Szerkesztéssel kapcsolatban, ami nagyon fontos, az elején emlegettem, hogy érdemes eldönteni, hogy zenére vágunk, vagy beszélni fogunk, alá, stb. Én a zenére vágós típus vagyok, mit jelent ez? Nem tudom, mennyire figyelted meg a mai zenében a 8-as körök tematikáját. Tudod, vannak azok az emberek, akik mindig csettintésre tudják, hogy mikor jön a következő refrény. Én arra biztatlak, hogy most ezt sajnos így nem tudom megmutatni, de lehet időben vágunk a spotot. Játssz le egy zenét, hallgassd végig, és nézd meg, hogy milyen 8-as körök történnek a zenében. És meg fogsz lepődni, hogyha jól számolod ki a 8-akat, mindig egy 8-as kört követően jön be a következő cintányér, a következő dob, a következő kiállás, a következő refrén, a következő vokál. Iszonyatos. Iszonyatos jó megfigyelhető. Na de miért beszélek én neked erről? Azért, mert a 8-as köröket követve, a zenét dinamikáját képekkel lekövetve, egy olyan előre gyártott forgatókönyv alapján egy olyan anyagot tudsz összerakni, aminek egy ilyen iszonyat jó húzása lesz. Én ezt így szoktam mondani. Tehát jól számolod ki, hogy hogy jönnek az ütemek egymás után, hogy vannak a körök a zenében, hogyan ismétlődik, hogy épül fel a zene. Hogyha ezt a tanácsunkat megfogod, akkor igen jó videó előnézel. Az a ütemre vágás, mint a harmadoló pontban van valami, hogy tudjuk, hogy látjuk meg, halljuk, hogy inkább csak látjuk, hogy tök jó az a videó, meg hogy a zene is úgy, mint hogyha illik a lát, azért illik, mert jó van várva. Nagyon jól fog az neked esni, amikor valakinek egy beavatatlan szemnek meg fog mutatni a nyaralós videódat, amit így vágtál meg, és azt fogja mondani, hogy ez komoly. És a negyedik fontos pontunk, és itt beszélünk tényleg a szomszéd kertjének a zöldségéről, nyilvánvalóan, ha megnézel egy ilyen akciókamera, egy GoPro bemutató filmet, ha olyan színek, meg olyan képek, meg minden olyan, hogy úristen, hogy csinálnak ők ilyet, hát nyilvánvalóan... Veszek én is egyet, és akkor nekem is ilyen lesz, így és tapasztalod, hogy nem. Nem lesz olyan. Nem lesz olyan, tehát először azt javasoljuk mi, hogyha így még kezdünk a témába, hogy ezekkel a témákkal kezdje foglalkozni, amit eddig mondtunk, és ha még van affinitásod, akkor jön az utómunka, ami azt jelenti, hogy fogod a megfelelő szoftvert, és bizony belenyúlsz a színekbe. Retusálni kell lényegében. Videót retusálunk, tehát állíthatunk szaturációt, fényelhetünk. Élénkebb legyen. Így van, tehát hogyha van egy horvát nyaros videód, és szép kék vizet látsz a képen, és az nem úgy néz ki a tévében, ahogy te arra emlékszel, hát akkor úzd meg egy kicsit a kéket, és olyan kék lesz, hidd el, olyan kék lesz, hogy hú. Nem beszélünk itt most arról, hogy órák hosszat töltsön azzal, hogy mindent összeszálligatsz, és nem. Pár csúszkán húzogatni. Pár csúszkán húzgálsz, adott esetben egy tengeri szakaszt ilyen ráállítasz, egy múzeumi szakaszt olyan ráállítasz, és hip-hop kész is vagyunk. Tehát... Ez fotózással érdemes kezdeni egyébként, ugye képalkotás az is, sokkal egyszerűbb. Így van. Ingyenes, telefonos app, Snapseed. Szedd le, és akkor próbáld látod, ki. Hogy mennyi mindent lehet állítgatni rajta, különböző effekteket, de igazából csak az általános beállításoknál, hogy fény, csúcsfények, árnyékok, fényerő, kontraszt, szaturáció, telítettség, ezzel a hattal már kicsit húzgálsz rajta, és baromira jobb lesz a fotód, amit már Instára ki lehet rakni. Szóval ez az utómunkázás, ez egy néhányaknak, misztikumnak hangozhat adott esetben. Mi erre csak annyit mondunk, hogy nem, ne képzeld azt, hogy ez egy misztikum, ez egy olyan dolog, ami egy igen nagy százalékot hozzátesz itt a végén a tetőponthoz, vagyis a végkifejlethez mondjuk. Mit javaslunk neked? Tartsd észben a 4 pontunkat, legyen egy olyan eszközöd, amivel jól tudsz felvenni, és nem remeg a kép, ez az egyik legfontosabb tipp. Második, fényeszemben nem videózunk, és tudjuk, hogy mi az aranymetszés, tudjuk, hogy hol vannak a harmadó pontok,
És nem hamis tudásunk van, ami azt jelenti, hogy nem csak tudjuk, hanem tudjuk és alkalmazunk. Csináljuk is. Tudjuk és csináljuk, nagyon fontos. Harmadik pont, amikor nekiugrunk, akkor tudjuk, hogy mi az az anyag, amire szükségünk lesz, hogy fog kinézni a koncepció. Nem csak a világban videózunk, hanem úgy kezdjük el az egészet, hogy tudjuk, mi a koncepció, és hogyha zenére rakjuk össze a videónkat, akkor igenis beletesszük azt az energiát, kiszámoljuk a zenénket, megpróbáljuk ráigazítani, hogy utána már a félkész állapotú zenénket így tapsolva, tombolva végighallgathassuk, hogy mennyire jól együtt áll a kép és hangon egymással, és mennyire szépen megmutatnánk másoknak, már akkor, amikor még kész sincs. És a végén rátesszük azokat a színeket, amelyeket nem biztos, hogy úgy rögzítettünk, hogy ez kellett volna. Hát ez a négy megvan, akkor az már tényleg nagyon nagy ugrás abba az irányba, hogy azt mondják az ismerősök, hogy basszus, te már szinte profi fotós, hogy gyere, fotózz nekem is valamit. Minden, amit elmondtunk nektek, triviális apróságok, semmi professzionalitás nincs benne, miben arról van szó, hogy olyan dolgokat próbáltunk ki megvilágítani, amire annyira nem gondolnak, és mindig el vagyunk képedve. Tehát kíváncsian várjuk, hogy ezek a tippek neked bejöttek-e, nyugodtan kommentelj itt lent a videó alatti szekcióban, kíváncsian szeretnénk tudni, hogy ezek a tippek neked bejöttek-e, tényleg jobb lett a videó ettől, mi biztosan állíthatjuk, hogy 100%-ig, hogy jobb lesz tőle, bele kell tenni egy picit energiát, de jobb lesz. Ha ez lett volna a mai videónk, hogyha tetszett, ha érdekel a téma a továbbiakban, akkor nyugodtan iratkozz fel a YouTube csatornánkra, alul megtalálod az elérhetőséget, vagy akár a blogértesítő hírlevelünkre. Köszönjük a figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Hello.